Mégis magyar színekben versenyezne a jövőben is a háromszoros olimpiai bajnok Dusev Janics Natasa. A versenyző erről levélben tájékoztatta a Magyar Kajakkenu Szövetséget. A váratlan fordulatról eddig nyilatkozó hazai sportvezetők örömüket fejezték ki Janics döntésével kapcsolatban. Volt klubjánál a Szegednél azt mondják, hogy ők visszavárják Natasát, de a feltételeket ki kell alakítani a visszatéréséhez. Szerbiában kiváló fiatal játékosok vannak, de az a versenyszellem, az a lehetőség, ami Magyarországon várhat, az a sportban mindenek előtt való. Egyebek közt ezzel indokolta a jelenleg Portugáliában edzőtáborozó versenyző, hogy újra Magyarországon versenyezne. Azt írta, megértette a közvélemény egy részének elutasítását, megértette a neki sokat adó Szeged városa és egyesülete ellenérzéseit. Janics most azt kéri, őt is értsék meg. Természetesnek veszem, hogy ott folytassam a pályafutásomat, ahol a legjobb eredményeimet elértem, írja Janics Natasa. Volt klubjánál ezt érthetőnek tartják. Ahogy eddigiekben is mindig nyerni akar, és ha érzi, hogy ehhez a feltételek nem megfelelőek, vagy nem elegendőek, akkor lépni akar, akkor váltani akar. Tehát ő mindig a legjobbat akarta, a felkészülésben mindig a maximumra törekedett, és hát ehhez kellenek bizonyos alapfeltételek, hogy valaki ezt az irgalmatlan munkát el tudja végezni, és ha ezek nem voltak adottak, akkor akár erre a lépésre is elszánhatta, vagy hát ahogy látjuk, el is szánta magát, hogy visszatérjen. Ábrahám Attila, a Magyar Kajakkenu Szövetség főtitkára úgy reagált, azt érzem, Natasa mostani lépésével is nyilvánvalóvá vált, hogy nem akar trükközni. Döntése azonban rengeteg kérdést felvet, például azt, hogy a sportársak és a rajongók miként dolgozzák fel Natasa döntéseit, tette hozzá híradónak a főtitkár. Az sem mindegy, hogy melyik klub látná szívesen Janicsot. Nem élvezhet olyan előjogokat, hogy most derültékből hirtelen itt terem, és ott folytatja, mint ahol tavaly szeptember végétől folytatni tudta volna. Tehát Janics Natasa azzal, hogy jelzi, hogy Magyarországon kíván versenyezni, és nem szerb színekben, ez egy nagyon pozitív lépés a magyar kajakkenu sport szempontjából, de például Janics Natasa jelen pillanatban nem magyar válogatott versenyző. Jelenti ez azt, hogy például a felkészülési költségeit jelen pillanatban saját magának kell viselnie. Az EDF Démász Vízisport Egyesület vezetői azt mondják, őket nem kereste meg Natasa azzal, hogy vissza szeretne jönni a városba, de nagyon sok sikert hozott a klubnak, örökös tagjuk így bármikor visszavárják. De a 2013-as költségvetésben az ő sportolói finanszírozására nem különítettek el összeget. Minden további nélkül várjuk őt, hogyha jön, itt helye van, itt lehetősége van. Természetesen az, hogy profi módon itt versenyezze, ahhoz feltételek kellenek, ezeket tisztázni kell, ezeket le kell tárgyalni. A legközelebbi világverseny éppen Szegeden lesz májusban. Kérdés, hogy addigra rendeződik-e Janics helyzete, és el tud-e indulni a világkupán.